Az elmúlt önkormányzati ciklusban Bátaszék kiemelten kezelte a sportügyét. Jelentkezett ez az intézményi infrastruktúra fejlesztésben és a BSE egyesületi támogatásában egyaránt. A fejlesztés legújabb eleme az a műfüves pálya, mely a versenysport és a tömegsport céljait is szolgálja majd. Előre meghatározott terv szerint a Bátaszéki Sportegyesülettel együttműködve a Bátaszéki Vice János sportpálya felújítását is folytattuk. TAU támogatások igénybevételével egyrészt az Egyesület megpályázott bizonyos feladatokat, melyet az önkormányzat biztosította minden esztendőben az önerőt. Emellett ugye a városi sportcsarnok felújítását ütemezetten elvégeztük az elmúlt időszakban, sőt a városi sportuszoda működtetését és korszerűsítését is elvégeztük. Támogattuk a tömegsportrendezvényeket, illetve hát kiemelt szervezetként támogattuk a Bátaszéki Sportegyesületet. Így összességében azt lehet elmondani, hogy támogatás, működési és fejlesztési támogatás címen mintegy 85 millió forint került biztosításra a Bátaszéki Sportegyesületen keresztül a sportéletbe. Emellett természetesen a TAU támogatás igénybevételére is sor került, ez is körülbelül egy 85 millió forintnyi összeg. Így azt lehet mondani, hogy az elmúlt öt esztendőben tényleg kiemelten foglalkoztunk ezzel a dologgal. A sportcélú beruházások közül a legnagyobb volumenű a nagyméretű műfüves pálya megépítése. Ez a város mintegy 35 millió forint önerőt biztosított a saját költségvetéséből. A többi az a vállalkozók által befizetett társasági adó támogatásból kerül finanszírozásra. Reményeink szerint egy jó másfél hónap múlva már igénybe tudják venni a létesítményt a sportolók, illetve bárki, aki a labdarúgás, illetve a sportéletet szereti. Körülbelül 3 évvel ezelőtt döntöttük el azt, hogy a feltételek javítása érdekében egy műfüves pálya megépítésére és működtetésére feltétlen szükség lenne. 2 évben is benyújtottunk a létesítmény megvalósításához pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mind a 2 esztendőben jóvá hagyta az MLS ezt a támogatást. A támogatás mértéke mintegy 83 millió forint, amit társasági adóbefizetésekből a vállalkozóktól sikerült a Bátaszéki Sportegyesületnek a számlájára megszerezni, és hát az önerő mintegy 30%-a a bekerülési költségnek, ugye a pálya mintegy 116 millió forintos forrásból fog megvalósulni, a fennmaradó mintegy 35 millió forintot a város saját költségvetéséből biztosítja. A város sportéletében jelentős állomás a pálya megépítése. Nyilván a bátaszéki labdarúgók lesznek az első számú felhasználói, de én nagyon bízom abba, hogy az önkormányzat majd lehetőséget ad, és mint pedagógus nem tudok kibújni a bőrömből, és az önkormányzat lehetőséget ad majd arra, hogy esetleg az oktatási intézmények is megfelelő módon tudják ezt használni, illetve civil csoportosulások is jöhessenek, bérelhessék a pályát, illetve mozogjanak rajta. Egyre kevesebb gyerek van, én azt gondolom, hogy minden szakosztály érdeke az, legyen az labdarúgó, karate, kosárlabda, úszás, hogy minél jobb infrastruktúrális feltételeket teremtsen meg a sportolók számára. Nem csak az a probléma, hogy kevés a gyerek, hanem a gyerekeket egyre nehezebb megmozdítani, tehát egyre vonzóbb körülményeket kell adnunk, illetve lehetőséget biztosítanunk a srácok számára. Egyre komolyabb ingerekkel kell előjöjjünk, hogy kimozdítsuk őket a mindenféle eszközök, tévé és az zárt ajtók mögül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem a, csak a labdarúgóknak, hanem az összes sportért felelős embernek az érdeke, hogy a fiatalokat valami miatt meg tudjuk fogni, és ez egy nagyon jó eszköze lehet ennek. A fejlesztések sora ezzel nem fejeződik be, mondta Nagy Ákos. A jövő egyik kiemelt terve a nemzetközi szintű karate szakosztály külön intézménybe költöztetése. Ez elmondható, hogy a BSE és az önkormányzat kapcsolatából egy nagyon fontos infrastruktúrális fejlesztés valósult meg az utóbbi években, hiszen a sportcsarnokunk is jelentősen megújult. Egy remek úszodába, egy nagyon komfortos úszodába tudnak úszni az úszóink, tehát ott is folyamatosan ugye fejlesztések vannak pályázatok, illetve beruházások révén, és hát ugye a karatésokról nem feledkezhetünk meg, itt is akár egy infrastruktúrális fejlesztés előtt állhatunk, ami egy létesítményfejlesztéssel valósulhat meg majd a karatésok számára.
ami idővel lehetővé teheti azt, hogy, a karate szakosztály kivonul, ha nem is 100%-ban, de nagy rész kivonul a sportcsarnokból, és a saját differenciált munkáját, szakmai munkáját tudja majd folytatni egy külsős helyszínen. A most épülő műfüves pálya várhatóan még a télbeállta előtt várja majd a sportolni vágyókat.